Ezen a videón egy nagyon egyszerűen összeállítható háromkört láthatunk, amellyel a rádióaktív sugárzást lehet indikálni, beleértve a háttérsugárzást is. A készülék 12 voltos telepről működik, és mindösszesen 46 milliampert vesz fel, ami körülbelül fél watt teljesítményt jelent. Az áramkör lelke egy orosz gyártmányú SBM 20-as Geiger-Müller számláló cső, amelynek az impulzusait egy egyszerű kis 60 pikofarádos kondenzátoron keresztül egyenesen egy számítógép hangfal erősítőjébe vezetjük bele. Az SBM 20-as cső működéséhez szükséges 400 voltos egyenfeszültséget egy 555-ös IC-re felépített multivibrátor segítségével egy kisméretű, nagy áttételű fazékvasmagra tekercselt trafó segítségével és egy feszültség kétszerező egyenirányítóval állítjuk elő. Az egyenirányítóban egy UF4007-es Schottky diódákat alkalmaztam. Ezt a feszültséget 400 volton fogja meg a két darab 200 voltos sorba kötött CNR dióda. Az így előálló körülbelül 400 voltos feszültséget egy 5 megaohmos ellenálláson keresztül, nálam ez csak 1 megaohmos formában volt felelhető, 5 megaohmos ellenálláson keresztül vezetjük az SBM 20-as csőnek az anódjára, a pozitív kapcsára, az impulzus kicsatolása pedig a katódról történik. A háttérben hallhattuk a háttérsugárzás által keltett impulzusokat. Íme a kapcsolási rajz.